Sziasztok, Szódi Péter vagyok. A mai videó sztárja a Tamron 28-tól 200 millis Sony e-bajonettes Zoom Obi. És hogy miért sztár? Hát lássuk. Előzmények. Nálam ennek a Zoom Obinak az elődje a 24-től 105-ös F4-es OSS Sony volt, ami kiválóan muzsikált, azonban szükségem volt egy univerzálisabban használható objektívre, ami nem mellesleg széles látószögnél 2,8-at tud. Ha ezt nem tudta volna, nem lett volna érdekes a csere. Előjáróban annyit mondanék, hogy az elmúlt hónapban hibátlan működés jellemezte, idei év legjobb árérték döntése volt a vétel, efelől semmi kétség. A videóban röviden végigmegyünk a felépítésen, paramétereken, és lesz rengeteg tesztfotó is, melyek némelyike letölthető RAW formátumban. Nem marad el az előnyök, hátrányok rovat sem, és végül összegezzük az eddig tapasztaltakat. Akkor gyerünk! A Tamron cégről Dioheiban. 70 évre tekint vissza a japán vállalat. Nevét optikai eszközök gyártásával alapozta meg. Két fő irányvonal van, egyik a hagyományos fotográfia, másik pedig az ipari kamerák. A fotósok körében az elmúlt évtizedekben elsősorban az elérhetőbb áru és univerzálisan használható zoomok, szuperzoomokkal alapozta meg, de az elmúlt években elkezdték a profi fotósok által preferált fix 2.8-as zoomok gyártását is, emellett jó néhány nagy fényerejű fix is kapható. A Tamron honlapján van egy jól használható kereső, amennél a fókusztávolság, bajonet és kategória alapján tudtok szűkíteni. A szóban forgó 28-tól 200-as All-in Zoom 2020. június 25-től rendelhető és Sony e-bajonetre tervezték. Nézzük a felépítést és a legfőbb adatokat. A külső egyszerű, de tetszetős, semmi hivalkodás. Matt fekete ház, fehér feliratok, semmi csicsa, de stabil építés, sehol egy kotyogás vagy holtjáték, és jól mutat az Alpha 7-es 3-as vázon. Van első és hátsó sapka és szirom alakú napellenző. Tömege 575 g, hossza kb. 12 cm, tehát se nem nehéz, se nem nagy. Nekem elsőre kézbe véve kicsomagoláskor vékonynak és kompaktnak tűnt. Zoomoláskor természetesen változik a hossz és a fényerő is, 2.8-tól egészen 5.6-ig. Viszont mindvégig jól kezelhető, és a balanszát sem veszti el, tehát nem lesz fejnehéz. Ami nagyon szerethető benne, hogy a fényerőt nem veszíti el a zoom tartomány elején, mint sok más Super Zoom, Sony 24-től 240 millis és a Nikon 24-től 200 millis táblázata. Ez az objektív nem csak hogy profi 2.8-as fényerővel indít, hanem fokozatosan csökken a fényerő, ahogy tekerjük a zoomot. Az objektív fluorin bevonatot és időjárásálló tömítéseket kapott. Ugyancsak hasznos, hogy a leképezési arány kedvez a közelfotózásnak, közel sem makró, de a közelpont azért beszédes, 19 cm 28 mm és 80 cm 200 mm-es álláson. Blendel a mellák száma 7, de ezt senkit se tévesszem meg, legtöbb fotózási helyzetben szép a boké. A mélységéleség értelmszerűen nagyon csekély 28 mm a 2.8-as iris miatt, és 200 mm is, hiszen a mélységéleség a gyújtótávolság növekedésével csökken. Az ára korrekt, és azért tudott megmaradni ebben a megfizethető sávban, mert néhány ponton szándékosan spóroltak a mérnökök, nincs beépített vibrációcsökkentés, nincs fémépítés, bár ez a Tamronra amúgy sem jellemző, és az autofókusz, manuál fókusz kapcsoló is hiánycikk. Van viszont egy zoom lock kapcsoló, ami arra jó, hogy a 28 mm-es állásnál nem engedi tekeredni a gyűrűt, tehát elsősorban szállításkor nyújt védelmet, használati értéke csekély, de végül is jó, hogy van benne. A 28-tól 75-öshöz hasonlóan 24 mm helyett 28 mm-t célozták meg, ezzel jelentősen csökkentve a minőségi kompromisszumokat és az árat. Az AF nálam eddig jelesre vizsgázott, azaz szélsebes és tök halk. Nem volt még olyan szitu, amikor zavaróan sokáig kereste volna az élességet, vagy nem találta volna azt. A Tamron az RXD motort építette be a 28-200-asba. Ez a fókuszmotor már ismerős lehet a kiváló 28-75, illetve 17-28-as zoomokból. Mérések alapján nem annyira gyors, mint a VXD motor, ami a legújabb 70-től 180 millis fix 2.8-as obinak a széria tartozéka, de gyorsabb, mint az OSD motorok a fix lencsékben. A torzítás a szokásos hordó és párna, és vinyettálás is van, de egyrészt kétszer-háromszor drágább zoomoknak is van, másrészt két kattintással korrigáltó szoftveresen, ez a 21. században nem okozhat gondot. Másrészt a peremsötétedés gyakran jól jön, például portréknál, apropó, említettem, hogy ez egy kiváló portré obi is. A szemből jövő nap becsillanások, flare, nem jelentős, jól kontrollált. Az, hogy a különböző egyéb aberrációk, optikai hibák terén hogy muzsikált, döntsétek el ti, többféle fotóból tudtok majd válogatni, aki szeretne RAW fotókat vizsgálgatni. Link a leírásban.
Konklúzió. Nos, a csapnivaló szuperzoomok ideje lejárt. Ez kérem szépen az egész tartományban éles, kiváló autofókusszal rendelkezik, és torzítások, lencsehibák moderáltak. Természetesen nem éri el egy fix 2.8-as 70-200-as zoom fidelitását, de ezért a pénzért tökéletes választás profiknak és haladó amatőröknek egyaránt. Az ára fair, és abszolút a tudásának megfelelő. Közvetlen konkurense nincs, legközelebbi rokonai a Sony 24-től 105 millis F4-es, és a Sony 24-től 240-es. Én a 24-től 105-össel másfél évig dolgoztam, és váltig állítom, hogy az a Tamron egy cseppet sem rosszabb, sőt. A közel 20 évnyi SLR és DSLR és most már Miltz objektív tapasztalataim szerint ettől a zoomtól papíron nem lehetett túl sokat várni, mert ekkora fókusztartomány mindenképpen kompromisszumokat kell, hogy jelentsen. Erre a Tamron elég rendesen rácáfolt, és nem hiába 70 éves múlt, az objektívek minősége évről évre javul, ez a darab ennek ékes példája, számomra totális meglepetés. És még valami. Aki megveszi ezt az obit, nem fog hanyat vágódni vagy extázisba esni. Mert ez nem erről szól. Szóval nem a legszexibb, fémépítésű, minden extrával ellátott csillivilli cucc, hanem egy szerény kinézetű, kicsi és könnyű, puritán és relatíve megfizethető, de a tudásához mérten minden fillért megérő fotós eszköz, ami legalább háromféle obit helyettesít. Lássunk néhány mintaképet, amit az elmúlt hónapban készítettem. Igazából már több ezer fotót sikerült azóta lőnöm, mióta kicsomagoltam ezt az obit, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel ezt a néhányat. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, Isten tartsa meg jó szokásotokat. A leírásba helyeztem a Google Drive linket, ahonnan letölthetők a nyers RAW fájlok. Jó boncolgatást! Találkozunk a legközelebbi vidiben, szevasztok!